Üdvözletem és a legjobbakat! A mai videómban a 44. képregény Börzin szerzett apróságaimat fogom bemutatni nektek. Nos, ezen képregény Börze alkalmával ezt a cetlit még arrébb húzom, ismételten nem egy, nem kettő, hanem jó pár aprósággal töltöttem meg a mintás szatyromat, melybe oly sok kis izéke vigyókát szoktam mindig is szerzeményezni, milyen jó kifejezés. Szóval igen, szerválni. Szóval igen, ahogy láthatjátok, szatyor igen csak nagy, és igen csak sok minden lapul benne, melyet ezen videó során természetesen meg fogunk tekinteni. Kis Lego emberkénket áthelyezzük ide, és az egész nagy kupacot pedig ide, melyből ki fogjuk szedni a különböző apróságokat. Kezdjük is, lássuk csak, mi van elsőnek kéznél, a szatyorban. Az első dolog nem más, mint sem egy Sentai Rider. Ha, nem Sentai, hogy hívják, nem, Sentai az a Ranger, mindegy, japán, maszkos, bogár arcú karakter, nagyon jó pofa, az egész gumi, tehát érdekes mondani, az egész ilyen puha gumianyagból van, de maga a figura remekül néz ki. Sokáig szemezgettem vele egy árusnál, már több alkalommal láttam nála, és most úgy gondoltam, hogy elhozom őkelmét, így, hogy a készleteket, egyébeket bővítse. A következő dolog pedig egy ismerősömtől szereztem ott a Börzén, kedves Gabitól. Ez pedig nem más, mint sem a Terminátor szériából egy eléggé sérült álcázásától már-már kevésbé látványos T-1000-es, ha jól emlékszem, de kérdéseket javítsatok ki, és igen, nagyon tetszett, hogy egyszerre ilyen emberjellegű, meg egyszerre marad hogy a klasszikus Terminátor dolgok, szóval jó pufa, plusz ehhez a figurához akkora fegyvert teszek, amit nem szégyellek, lévén a filmben is egy hatalmas nagy gép ágyú volt nála. Szóval igen, tegyük őt ide, így, né? Nem mindegyik figura fog tudni megállni itt a bemutató alatt, mert hogy szegénykéknek némelyik nem úgy van kitalálva, hogy megálljon, de igyekszek majd mindenképpen ellensúlyozni ezt. A következő pedig nem más, mint sem egy olyas valami, amit már igazából régóta gondoltam, hogy beszerzek, szimplán a poén véget, ez pedig nem más, mint sem egy faformer, egy jobbofa kis koncepció, ennek lényege az, hogy egy gumiszalag vannak összefűzve apró kis fa kockák, és ebből áll össze egy hát idézőjelben transformer, nem is kell idézőjelben mondjam, ami valóban át lehet alakítani jobbra-balra tekergetésével a kis kockákat, tehát hogyha ügyes vagyok, akkor ebből egy autókát is ki tudunk hajtogatni, nem túl sok idő feláldozásával, így, né? Hát, így megforgatjuk a fejét, és íme a járműke. Értelemszerűen ugye nem a legdinamikusabb átalakulásra képes, illetve nem a legdinamikus megjelenése van, de nagyon tetszik a maga az ötlet, hogy fából, azaz egy jó naturális anyagból van maga a figurának az alapja, szóval jó pofa, és hát a klasszikus kis autóbot jellegű fejjel, és megáll? Megáll, kiváló. A következő darab nem más, mint sem, lássuk csak, egy ismerősömnek szereztem be, nagyon szereti a Transformer G1-ből a Pretender szériát, az Action Master-öket, meg a Pretender figurákat, és amikor megláttam, egyből ő jutott eszembe róla, ezért beszereztem neki, majd el, vagy átadom neki, ha kell, és ez csak a shell, tehát ez volt maga a figurának a koncepciója, ki lehet nyitni, és benne volt egy apró Transformer. Ennél az árusnál nem volt a belső része, így ez lényegesebben olcsóbb volt, mint hogyha benne lett volna, de az ismerősebbnek az ő elmondása szerint megvannak a dolgai, szóval hogy közben zörög-börög, míg megnézem a következő apróságot, és igen, szóval örültem neki. A következő apróság nem más, mint sem egy, amire már egész régóta vágytam, ez a bizarr formájú dolog, egy a régebbi Traffic Formerek közül származó darab, és ugyan szegénykének eléggé csúnyán itt megvan
olvadva ez a része, de vele együtt teljessé válik egy régi trióm, mégpedig len, megáll a lábam, mégért, mégpedig len ő, Tank Ember Former, és Autó Ember Former egy triót alkottak, szegény Autó Ember Former, na megáll. Ők egy triót alkotnak a maguk mienségében, ha jól emlékszem, még Zimba kiadásúak voltak, és eléggé régről, szerintem még bőven 90 előttről, de nagyon jó pofák a maguk mienségében, látszik a közös mienségük a színi világuk miatt. Szóval igen, és hát szegénykének aranyalkat részei vannak, a videó során még beszélek erről, de a lényeg, hogy, hát mit nem mondjam, ugye eléggé kezdetleges figura, így az átalakítás miensége véget, meg a fejek, meg minden tekintetben, szóval hát bizarr a legjobb kifejezésre. Ennek ellenére örülök, hogy meglett, teljesen egy jó pofa kis figura. A repülőmódja egyébként teljesen elfogadható, mivel nem egy túl bonyolult, azért most gyorsan át is alakítom. Fejénél ezt fölhajtom, vissza. Itt kell figyelni rá, mert ez az aranyműanyag. Transformeres körökben GPS szindrómának van nevezve, Gold Plastic Syndrome, ugyanis az aranyműanyagba apró kis, hát nem pelyhek, apró kis részecskék vannak, meg az aranyszín csillogását idézik elő, és ezeknek a térkitöltése nem olyan, mint a többi műanyagnak, ezért egy idő után törékenyé teszik azt. És íme minden egyéb kommentár nélkül átalakítva a kis repülő a maga mienségére, Ámbátor egy gyors vágási trükkel vissza is alakítottuk így a repülő mi voltára. Tegyük is őt ide, így, ne, jó lesz itt? Talán elfér. Lego emberkénk és technikemberkénk egyre kiszorul, de beljebb teszem őket, hogy láthatóvá váljon az egész dolog aránya. A következő dolog pedig nem más, mint sem, lássuk csak, egy kicsikét fejetlen darab. Ez kérlek szépen egy japán kiadású Terrorcon Prime Bumblebee, tehát a Prime szériából egy Terrorcon Bumblebee, és a poén benne az, hogy őt tulajdonképpen ajándékba kaptam egy másik dolog miatt, mely tulajdonképpen az egészből égköve, így a vásárfiák tekintetében, de nem tudtam otthagyni, olyan jó színei voltak, még azon, hát nem tabu, azon morcos dolgok ellenére is, hogy nincs feje, de szerintem előbb-utóbb csak-csak belebotlok egy ilyesmi Bumblebee-be, melyet donornak tudok majd használni, esetleg egy-két ismerőst megkeresek, de a színei nagyon jók, nem tetszetősek, és addig is ez a kettő lesz a szeme, és így elfogadható lesz addig is, de önmagában jó pofán nézett ki, jók a színei, és azért azt hagytam, hogy meglegyen. Nos, nem végül, de nem is utolsó sorban, a következő nem más, mint sem, lássuk csak, egy apróka kis Transformer a Cybertron érából, egy Legends méretű figura, mégpedig len Leo Prime a maga mienségében, igaz, ennek egy lényegesen kisebb verziója, a Cybertron érának a Legends figurái nagyon jók voltak, mert hogy még ilyen kis méretben is van térde, illetve még könyöke is. Ugye ez csak azért érdekes, mert ebben az érában ez nem volt jellemző rájuk. Mostanában már nagyon jók a Legends figurák, bár őszintén szólva, ahogy mostanában egyre jobbak lettek, annyira nem feltétlenül rajongok értük, hogyha olyan karaktert mutatnak be, akinek van nagyobb verziója, bár nagyon jó koncepció az asztali játék megnevezés, és erre kiválók a kis Optimus, Starscream és Megatron figurák, például a Kingdom szériából, de például a Kingdom szériából Red Trappet mindenképpen tervezem majd még idén beszerezni, szóval róla is lesz majd akkor és akkor videó. Na lássuk csak, a következő figura nem más, mint sem, meg is van. Az egyik első komputer animációs szériából Dot Matrix a Specialist kiadásából. Van egy puskája is, az a zacskó alján van, melyet majd kiszerelek, de összességében nagyon tetszett ez a kis figura. Egy kis csinos csajci, jó kis kék hölgyemény maga mienségeiben,
És sajnos szegénykém már rendelkezik a goldplasztik szindrómának a mienségével, hogy látható, itt a felső részen van rajta egy repedés végig, remélem nem fog tovább terjedni, de ennek ellenére nem tervezem, hogy túlságosan piszkálnám a kis hölgyemént, hogy ez a probléma tovább menjen, de remélem a polcon lévő áldogálástól ugyan nem fog tönkremenni, de áldogálás tekintetében ő nem a legjobb. Tehát eredetileg volt nekik valami kis állványuk, persze ehhez nem volt, hogy én beszereztem, de majd valamit kitalálok hozzá, hogy meglegyen, és így viszont, ha megvan támasztva, akkor már is jobb. És lássuk csak, van-e még itt valami? Hát még a nagy dolog előtt van egy apróság, meg is van. A Star Wars, új Star Wars filmek közül, melyek továbbra sem léteznek, a Poe Dameronnak a barátnője, partnere, és igen, akiket érdekel, hogy hogy néz ki a sisak alatt ez a rejtélyes karakter, melynek talán összesen volt 5-10 sora a filmben. Igen. Szóval ennyi, semmi extra, semmi fekete, csak mint a régi klónoknál, abszolút fekete arca van, de mit nem mondjak, maga a figura mienségét tekintve nagyon tetszetős, és igen, hasonlít a Daft Punkra. Miért még bárki megjegyezni, és egész véletlenül kis Poe Dameron minifigura pont akkora, mint Lego mini emberként. Ha, micsoda dolgok vannak. És igen, itt van a Pretendernek a fegyvere, ezt csak ide teszem mellé, hogy ne. És maga az egész bőrzének az égköve a nagy dolog, melyet nagyon megtetszett, ott is beszereztem, nem más, mint sem a Toy Story 2-ből Emperor Zurg. Igen. Szóval, így látszik a többiek mellett, hogy hát őkelme mekkora is, de egy gyors megállítás után kissé rendeződtek a sorok, illetve az arányok. De igen, Zurg a maga mienségében. Szóval a sztori mögötte az, hogy amikor elmentem a bőrzének, vagy amikor bementem a bőrzére, akkor az egyik első asztalnál még beszereztem a kis Traffic Former repülőt, és megláttam ezt a Zörgöt, nagyon megtetszett akkor, mert hogy én a Zörg figurát már láttam Marketplace-en pár héttel ezelőtt, körülbelül 10.000 forint környékén, amennyire most is sikerült megszerezni, és írtam is annak az eladónak, de mire én már írtam, már elvitték. Jól van, ilyen előfordul, sőt, az idei év elején velem igen sokszor fordult elő. De az, hogy utána, kb. Egy hétre, vagy egy pár nappal később, ugyanaz a figura fölbukkant egy ilyen akciófigura eladó oldalon dupla annyiért, sőt, egy picit többért, az igencsak bosszantott. És most viszont nagyon örültem neki, hogy meglett a figura így ezek után is. És ez a figura tud egy-két dolgot, mégpedig lenne, ha megnyomjuk a Zörg betűt. Igen, még közben így lekapcsolom, és talán valami látszani fog. Teljesen jó. És a... és a jobb pofa dolog benne az, hogy van egy Buzz Lightyear figurám, és így a kettő együtt szinte zseniális, és hát igen, szóval az egyetlen probléma ezzel a két figurával, hogy hirtatlan nagyok. Hogy mennyire nagyok, csak úgy viszonyítás kedvéért becsúsztatom oda Lego emberkét. Szóval, igen, Buzz még épp, hogy elfér a polcomon, de Zörg már nem. Egyszerűen akkora nagy, hogy nem fér el. De hogy pontosan mekkora is, azt meg tudjuk nézni kedvenc mérőmanunkkal. Most
Nem fogok mindent és mindenkit megmérni, de azért megmutatom, hogy zörg teljes magassága, lássuk csak, 37 cm. Szóval ugyan nem fél méteres, nincs akkora nagy, így jobban látszik a színek, de attól függetlenül azért még egy eléggé nagy figuráról van szó, szóval egy hangyányit macerás lesz elhelyezni. Már egy fokkal jobban el vagyok helyezkedve, mint még a nyaralási időszakom előtt, de azért még van egy-két nagy figura, kinek a helyét továbbra is keresem, és most is zörgel, még nehezebb lesz. Be volt tervezve, de nem most. És most egy kicsit fura. Minden esetre örülök neki, és természetesen örülök az összes többi figurának is, melyet így a bőrzén szereztem. Szóval, és tettel, és legfőképpen egyebekkel, csak ajánlani tudom mindenkinek a képregény bőrzét, vagy úgy általában az bármelyik bőrzét, hogyha az ember kíváncsi régebbi, vagy érdekesebb figuráknak a beszerzéséhez, érdekli a régebbi figurák beszerzése, vagy egy-egy ilyen jópofa darab, a képregény bőrze értelemszerűen legfőképpen a képregényekre jó, de mivel érdekes módon azok annyira nem érdekelnek engem inkább csak az egy-két árus érdekel, akik a figurákat is viszi a képregényekkel kapcsolatban, illetve az egyéb dolgokra, és így azokat is meg szoktam nézni, ezért szoktam kimenni, 500 font a belépő, ezért abszolút meg tudok barátkozni vele, és éppen ezért ajánlom is, akár a képregényből, akár bármelyik mást, hogy megnézzétek, hogy neked, nektek tetszene valami. Viszont ezzel zárnám is a videót. Még egyszer göngetek, csak hogy biztos legyünk benne. Szóval, esetel és egyebekkel köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Amennyiben tetszett, kérlek, hagyjatok egy lájkot, amennyiben megjegyzéstek lenne, itt tehetek meg, és amennyiben ilyen, illetve hasonló videókra vagytok kíváncsiak, itt iratkozhattak föl. Még egyszer köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, és a továbbiakban is a legjobbakat. Sziasztok!